Elkezdődött az építkezés a református kollégiumban, új iskolaépülettel bővül az intézmény. A legnépszerűbb a grundbirkózás a kicsik körében, olimpiai országos döntőt rendeztek Pécsett. Folytatódnak az egészségügyi fejlesztések, új ügyeleti autó a háziorvosi szolgálatnak. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják, január 12-én pénteken, tartsanak velünk! Megkezdődött a Pécsi Református Kollégiumban az új 14 tantermes általános iskolai épület építése. Az építkezés a Baranyai Református Egyházmegye Pécsi Oktatási Intézményeinek infrastruktúrális fejlesztése keretében kormánytámogatásból nyert 1,3 milliárd forintból valósul meg. A tervek szerint a 2019-es tanévben már birtokba vehetik az iskolások az új iskolai épületet. Az új év kezdetével megindult a Pécsi Református Kollégium 1,320 milliárd forintos nagy beruházása. Jelentette be pénteken Hoppál Péter államtitkár és Kádár Péter, a Pécsi Református Kollégium főigazgatója. Magyarország kormánya a jövőre gondolt, amikor több mint 100 milliárd forintos óvoda és iskola felújítási programot indított el. Az a pályázati forrás, amit az iskola nyert, nagyon magas volumenű, mondja Hoppál Péter országgyűlési képviselő. Hát az országos pályázati versenyfutásban a legtöbb forrást ez a projekt kapta. Ugyanakkor van egy még ennél is nagyobb építkezés a szomszédban, Komlón, ahol a Pécsi Katolikus Egyházmegye építi az új egyházi óvodát, illetve a Kodály Zoltán iskola teljes körül felújítását végzi. Az ott kapott 900 millió forintos hasonló EFOP konstrukcióban nyert forrást kiegészít egy 800 millió forintos két más kalapból érkező forrás állomány, így ott 1 milliárd 700 millió forintos fejlesztés valósul meg, és még egy nagyon fontos építkezés zajlik az egyházi fenntartói környezetben, térségükben, a Szent Mór Katolikus Iskola központ a belvárosban 1 milliárd 250 millió forintos EFOP-os fejlesztési forrásban részesült. Így ha ezeket összeadogatjuk, akkor összességében tehát a Katolikus Egyházmegye 3 milliárdos fejlesztés valósít meg az iskoláiban, a Református Egyházmegye pedig 1 milliárd 300 millió forintos, ez a 4,3 milliárd, ez mind-mind a jövőt szolgálja, és a gyermekek magas színvonalú képzését biztosítja. Sikeres volt a program előkészítése. Tavaly rendben lezárult a közbeszerzés, és megkötötték a szerződést a kivitelezővel. Ennek köszönhetően kezdődhetett most el a munka, mondja Kádár Péter főigazgató. A munkaterületet elkerítették, nincs balesetveszély, nem zavarja az oktatást a diákokat a tanulásban, tanárokat a tanításban. Ha minden jól megy, és az időjárás is ilyen barátságos lesz a kivitelezővel, akkor azt vizionálhatjuk, hogy a tanév végére már egy szerkezet kész állapotot látunk, látjuk az iskola körvonalait. Nyár folyamán kerülhet sor majd a környezetnek a kialakítására a terv szerint, és ezt követően ősztől pedig a belső szerelvényezésre, az épület fizikai rendszereknek a kapcsolódási pontjaira, a felületképzésre, a finom munkára, és utána a jövő tavaszra tervezük az eszközbeszerzést. Mintegy 100 millió forintot használhatnak fel új oktatási eszközök vásárlására. Az építkezés során 14 tantermes, háromszintes új iskolaépülettel gazdagodik az intézmény, mely a korábbi, régi romos épület helyé lesz. Benne 4 csoportszoba, 2 fejlesztőszoba, szaktantermek és tanári szoba is lesz. Egy 147 négyzetméteres természettudományos labor, valamint egy 360 négyzetméteres féltornaterem alkalmas lesz az órák megtartására, ez is helyet kap. A tervek szerint a 2019-es tanévben már birtokba vehetik az iskolások az új iskolaépületet. Vendégünk a stúdióban Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár, Pécs országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kultúra támogatás, kultúra finanszírozás, változások vannak a számokban, normatívákban, ez érinti erősen Pécset is. Mik ezek a változások? Erről fogunk most beszélgetni. Valóban, ahogy évről évre számot adunk a kulturális kormányzat részéről, hogy évről évre rendetesen növekedik a kultúrára fordított állami forrás mértéke. Ez nyilvánvalóan időről időre lecsapódik az önkormányzati fenntartók környezetében is.
Ez kiemelten így történt 2015-ben, amikor egy nagy nekirugaszkodással hosszú évek után megmozdítottuk a települési felkvóta alapú normatív finanszírozást pozitív irányba. Ez 1800 kis települést érintett a 3200 magyar önkormányzatból, és 1800, tehát a települések több mint felénél tudtunk normatívát emelni. Ez azt jelentette, hogy a kis falvaknál, Baranyi megye ugye aprófalvas település szerkezetű, itt 300 település van, abból zöme 95% ugye falvak. Gondoljunk abba, hogy az 1100 forintos normatíva, egy főre jutó évenkénti kulturális támogatás, állami támogatás, az tényleg egy ilyen 500 lelkes faluban, ahol már iskola is van, ott 550 ezer forint volt korábban, egy évtizeden keresztül. És azt mondtuk, hogy minden faluban minimum 1 millió 200 ezer forint legyen a kulturális finanszírozás, tehát havi 100 ezer forint. És ez két év óta már így működött, nagyon örültek a települések, így tehát egy iskola fenntartásra képes, vagy egy iskola működtetésre képes 500 lelkes falunál több mint kétszeres lett a kulturális normatíva. Most ez az 1 millió 200 ezer forintot országosan felemeljük idén január 1-től 1 millió 800 ezer forintra. Tehát újabb 50%-kal megemeljük az eddigi két évben bevált finanszírozást, így képessé tesszük a kis településeket arra, hogy akár most már a korábbi kulturális közmunkásokat, közfoglalkoztatottakat egy pályázati forrás kiegészítésével saját alkalmazottként alkalmazzák a faluban, és ő akkor mindenféle közösségi alkalmakat rendez, mondjuk összegyűjti az újra kinyitott és korábban bezárt, most már ablakcsereivel kiemeszelt eszközökkel felújított kultúrházban, mondjuk hímző szakkört indít, vagy dalárdát, vagy pedig néptánckört, és erre most már a finanszírozás is biztosítva van. Ugyanakkor persze a könyvtári ellátásban is erről le kellett léptünk, mert hál' Istennek egyre többen igénylik ezt, és örömmel láthatjuk azt, hogy a fiókönyvtári hálózatot Magyarországon, amely 2600 településen szolgáltat. 2600 településen van fiókönyvtár. Ezeknek a 75%-át az elmúlt években erőltetett menetben sikerült felújítani, és a maradék 25%-ot is idén év végéig szeretnénk befejezni, és a kis falvakban, mint Baranyában is, a megyei könyvtárak, könyvtár buszai hétről hétre mennek, és könyvtárkölcsönzési szolgáltatást biztosítanak. Ugyanez a fajta normatív finanszírozás, amely tehát a közművelődésre, tehát a mindennapi kultúrával találkozásra és a könyvtári szolgáltatásra ad finanszírozást a megyei jogú városok esetében, tehát Pécs esetében eddig 400 forintos fejenkénti normatívát adott, ez ilyen 450 millió forintot jelentett Pécs esetében. Ezt fogjuk most megemelni január 1-től szintén a megyei jogú városoknál 454 forintra, az eddig 400 forintról, tehát több mint 10%-kal tudjuk emelni a normatívát. Ebből fakadóan lesz egy közel 30 millió forintos normatív emelkedés a pécsi kulturális normatíva terén, így 480 millió forint fölé emelkedik az állami finanszírozás. Tehát nem csak az intézményrendszerben tudunk újabb lépéseket tenni, mint ahogy a Pécsi Nemzeti Színháznál növekedik az állami támogatás mértéke 61 millió forinttal idén, nem csak a Zsolnai Kulturális Negyer és Kodály Központ, valamint a Pannon Filharmonikusok finanszírozása nőtt további 100 millió forinttal, 1 milliárd 770 millió forint volt tavaly, nagyon nagy összeg, az egyetlen vidéki kulturális centrum, ahol a kulturális nagy intézményt, a nagy kulturális holdingot az állam támogatja, a Modern Városok program keretében született még két éve ez a megállapodás, és évről évre 100 millióval sikerült bővítenünk az állami támogatást. Idén tehát már 1 milliárd 870 millió forintot kap a Zsolnai Negyed és a Kodály Központ. Cserébe a nézőszáma is növekedik, csak a Kodály Központnál 89 ezer fizetőnézőről 110 ezer fizetőnézőre növekedett a jegyvásárlók száma a Kodály Központ esetén. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy egyrészt a normatíva növekedik, amivel az önkormányzat gazdálkodhat és kultúrára költheti, illetve a magas teljesítménynyújtó pécsi kulturális intézmények, művészeti intézmények a legmagasabb kategóriába minősítés során legmagasabb kategóriába eső úgynevezett nemzeti besorolási intézek, mint a Pécsi Nemzeti Színház, vagy a Pannon Filharmonikus Zenekar és más intézmények is növelik
a kapacitásukat, bővítik a kínálatukat, mert hogy azzal együtt, hogy az állami támogatás nő, ezzel együtt több programot kínálnak, és a több programra, ha jó minőségűek, akkor több fizető vendég jön be. Ez történt a Pécsi Nemzeti Színháznál, hiszen a tavalyi évben színház történeti rekordot döntöttek, 125 ezer színházi jegyvásárlót regisztrált a Pécsi Nemzeti Színház, ami a színház történetében soha nem történt meg. Ez az örvendetes tendencia beleilleszkedik az országos növekedésbe, hiszen a 8 év alatt, éppen a polgári kormányzás időszakában a korábbi 4,5 millió színházi jegy vásárlás helyén most már 7,1 millió színházi jegyet vásároltak Magyarországon a utolsó teljes évben, úgyhogy 8 év alatt 70%-kal növekedett meg Magyarországon a színházi jegyvásárlók száma, és ebbe illeszkedik tehát a pécsi örvendetes pozitív tendencia. Én innen is gratulálni szeretnék az intézményeknek, és örülök, hogy éppen a kulturális politika napjainkban támogatóan és ösztönzően áll az ilyen jó teljesítmény nyújtó vidéki kulturális intézmények mögött. Természetesen a kulturális decentralizáció programját hirdettük meg, és a kulturális alapellátás országos programját működtetjük, és ebben jól illeszkedik az, hogy az ilyen teljesítményeket külön állami támogatásokkal jutalmazzuk. Az nem jelenik meg ebben a rendszerben, vagy tervezik, hogy megjelenjen, hogy például Pécs esetében, mint befogadó város, mint olyan kulturális missziót végző város, aki fogadja a környékről, akár az ormánságból, akár a kisebb településekről érkező gyerekeket, érdeklődő felnőtteket, a kulturális programokán érdeklődő felnőtteket, ez nem jelenik meg valahol a támogatásban, vagy meg fog jelenni, vagy nem kell, hogy megjelenjen, ez hozzátartozik a működéshez? Mivel többlettámogatást kapnak az említett intézmények, ezért fordított a helyzet. Törvényi szabályozás szintjén módosítottuk a kulturális törvényt, ez az 1997. évi 140. törvény, amelyben elvárásként fogalmaztuk meg az önkormányzatok felé is, és a nagy kulturális intézmények felé is, hogy a kulturális alapellátásban vegyenek részt, és adjanak lehetőséget azok számára is a minőségi kultúrához való hozzáférésben, akik ehhez eddig nem jutott el a minőségi kultúra. Tehát mi adjuk az állami többlettámogatást, de cserébe már törvényi szinten el is várjuk, hogy nyissák ki a kapuikat az intézmények. Ezért már a törvényi szabályozás előtt példaértékű kezdeményezésként nagyon örültem annak, hogy a Zsolnai Kulturális Negyed például valóban a baranyai falvakból pedagógusokat vendégül látott ingyenesen, tematikus túrákat szervezve nekik, és bemutatva a Zsolnai Kulturális Negyed értékeit, kincseit, illetve gyermekeknek is rendeztek ilyen hasonló eseményeket. Számos olyan faluról tudok, a polgármesterekkel egyeztetve, ahonnan még a gyermekek egy része nem járt a megyeszékhelyen, nem jártak Pécset. Tehát ez volt egy első nagy élményük. És azt szeretnénk elérni, hogyha minden gyermek számára biztosítani tudnánk, hogy minden tanévben egyszer eljut egy színházi előadásra, eljut egy komoly zenei hangversenyre, és eljut múzeumba. Mert hogyha ez lehetővé válik, éves szinten a kultúrának ilyen magas dimenzióival találkozik, akkor magasabb életminőséget fog maga elé tűzni. A koncert, a komoly zenei koncertszervezésben a nagy állami intézményünk, a egyébként pécsi székhelyű országos intézmény, a Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft. Ők már 300 ezer gyermeknek szolgáltatnak a régió központokban, megyeszékhelyeken, bérletes formában legalább 7 komoly zenei hangversenyt egy tanévben. Tehát, hogyha szüneteket levesszük, akkor szinte úgy jön ki, hogy minden hónapra esik egy komoly zenei hangverseny ennek a 300 ezer vidéki gyereknek. Azt hiszem, hogy ez fantasztikus teljesítmény, és hogyha a színházak kapacitás növekedésében a gyermek előadásokat is látjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a jövő generációját helyesen abba az irányba próbáljuk terelni, hogy valóban minél szélesebb körben, minél gyakrabban tudjanak a minőségi kultúrában ők maguk is megmerítkezni, mert ahogy a Cirfandi Esték beszélgető sorozatában hallhattuk Frany Tamás, MTA alelnök, agykutató, neurobiológus professzortól,
minden ilyen kulturális élmény, minden ilyen alkalom, minden ilyen művészettel való találkozás esélyt ad arra, hogy az agynak egy olyan különleges stimulációja következzen be, ami csak a katarzison keresztül történik meg, ami a 10 milliárd agyi idegsejt együttműködését segíti, és a két agyféteke hatékonyabb koordinációját, tehát sokkal magasabb lesz a teljesítése mondjuk a különböző tantárgyakban, vagy pedig a szociális dolgokban is a fiatalnak, a gyermeknek, úgyhogy sokat-sokat teszünk azzal, hogyha a kultúrát minél szélesebb körben tudjuk célba juttatni. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm. A következő időszakban 700 millió forintból újulnak meg házi orvosi rendelők Pécsett a keleti városrészben és a Mecsek oldalban, jelentette be Pécs alpolgármestere, annak kapcsán, hogy átadtak egy új ügyeletes gépkocsit is. Pécs újabb 5 millió forintért vásárolt ugyanis új autót a kistérségi orvosi ügyeleti ellátás számára. Őri László hangsúlyozta, az elmúlt években minden területen igyekeztek fejlesztéseket véghez vinni az egészségügyben. Az alpolgármester az autó pénteki átadás elmondta, két autó szolgálja a kistérségi ügyeleteket. A másikat már 2017-ben újra cserélték. Az uramvárosi városrészben élők is a kertváros mellett kiemelt figyelmet kapnak, hiszen ide körülbelül 100 méterre található az a helyszín, a Körösi Csoma Sándor utcába, ahol szintén elindult és már a forrás rendelkezésre áll az új háziorvosi rendelőknek a kialakítása védőnői szolgálattal együtt. Úgyhogy ez is folyamatban van, és egy komoly adósságunk van az Uránvárosban élők irányába, ez pedig a mögöttem is látható Veresendre utcai rendelőintézetnek az évek óta aktuális felújítása, azonban minden reményünk megvan arra, hogy a következő hetekben olyan döntést hozzunk, vagy bejelentést tessünk arról, hogy itt is sikerül előrelépést elérni. December elején fürdőruhás futással gyűjtöttek, előtte pedig jóga maratont is rendeztek az Eur Aquilo alapítvány javára. Egy közös felhívás eredményeként pedig a múlt pénteki határidőig 169 adományozó segített, akik összesen mintegy 1,3 millió forintot adtak össze, hogy támogassák a Pécsi Gyermekklinikán daganatos megbetegedéssel küzdő kicsik gyógyítását. Mint arról Farkas Éva, az alapítvány munkatársa beszámolt, a kampánynak ezúttal nem tűz ki olyan konkrét célt, mint például egy adott műszer beszerzése. Ugyanakkor nagy szükségük lenne egy speciális mérlegre, amivel a kerekesszékes betegek testsúlya is lemérhető. Egy ilyen berendezés mintegy 400 ezer forintba kerül. Tervezik egy légszűrő berendezés beépítését is a klinikai osztályra. Ennek mintegy 20 milliós költségéhez is jól jön minden segítség. De a mindennapos eszközökből is lehetne több. Például a nagy mennyiségben fogyó, egyszer használatos vérvételi lándzsára, ami a kicsiknek kevésbé fájdalmassá teszi a beavatkozást, mondta Farkas Éva. Hozzátette, más gyűjtéseket is futtat az alapítvány, hamarosan jótékonysági bált is rendeznek Pécsen. Újra PMFC játékosa Beke Péter, aki a klubban lett korábban NB1-es futballista, 18 évesen. Érdekesség, hogy akkor is Márton Gábor volt a csapat vezetőedzője, ő hozta fel a fiatal embert a felnőttek közé. Kezei alatt a támadó 12 elsőligás meccsen kapott lehetőséget. Azóta bőven szerzett másodosztályú tapasztalatot is a Kozár Mislány és a Szeged 2011 Grosics Akadémia együtteseiben 43 NB2-es mérkőzésen mutathatta meg tudását. A támadó szekció több posztján is bevethető 23 éves futballista, ráadásul azt is tudja, milyen harmadosztályú bajnoki címet nyerni, hiszen 2016-ban részese lehetett egy ilyen sikernek a Kozár Mislány tagjaként. Az országos elődöntőt rendezték Pécsett a Grundbirkózó Diákolimpiai Bajnokságban. Az iskolákban rendkívül népszerű az alsó tagozatosok versenye, amely a birkózás alapjait adja. A gyerekek célja, hogy minél több dobogós helyezést érjenek el a február végi miskolci országos döntőn. Gyorsaság, reagálás, térérzékelés, test-test elleni küzdelem, fogásmódok keresése, egyensúlyérzék. Mindezek fejlesztésére jó a grundbirkózás. Idén is Pécsett rendezték a fiú csapatok részére kiírt országos elődöntőt, ahol az első korcsoportban 6, a másodikban pedig 10 csapat küzdött a továbbjutásért. Mi mindig elsők voltunk,
Legtöbbször hát erős csapatokkal mentünk, de azért sikerült nyernünk. Hát én olyan 3 éve birkoztam Grundon, mert már idősebb vagyok. Hát úgy jók voltunk. A grundbirkózás szabályai rendkívül egyszerűek. Az 5 méter átmérőjű felfestett, kijelölt vagy krétával felrajzolt kör közepén 2 felrajzolt rövid vonal mögött helyezkednek el a párok egymással szemben. A mérkőzés 2 percig tart. A küzdőfelek célja, hogy az ellenfelet a körön kívül juttassák. Ezért 1 pont jár. Szintén 1 pont jár abban az esetben, ha az ellenfelet felsőtest átkarolásával kiemeli vagy megemeli a másik sportoló. Ha a kiemelés, megemelés 3 másodpercig folyamatosan megmarad, akkor ebben az esetben ez tiszta győzelmet jelent. Ha nem sikerül, csak 2 másodpercig folyamatosan kiemelve megtartani az ellenfelet, akkor azért 2 pont jár. Úgy gondolom, ez nagyon fontos a szövetségnek, hiszen 4 év után került vissza újra a grundbirkózó diákolimpia a Diáksport Szövetség versenynaptárába és szervezésébe. Nagy erőfeszítéseket tettünk azért, hogy ez visszakerüljön, hiszen az első, amit a gyerekek elkezdenek kiskorban, az egymással való küzdés, és ez jó példája arra, hogy ezt gyakorolhassák. A grundbirkózás során tilos az ellenfelet megrugni, megütni, karmolni, harapni, illetve direkt legugolni vagy leülni. Ezekért a szabálytalanságokért először figyelmeztetés jár, utána már 1 pont jár az ellenfélnek. Ha nincs azonnali győztes, akkor a mérkőzés idő letelte után az lesz a nyertes, akinek több pontja gyűlik össze. Ha nyilvánvalóan ilyen szintre jut egy csapat, akkor azért kell velük foglalkozni. A testemelő tanároktól nagyon sok minden függ, hogy a testemelés órákba bele tudják-e építeni ezt a mozgásanyagot. A pécsi országos elődöntő első korcsoportban Zala megyei győzelmet hozott. A tófei kincskereső általános iskola csapata nyert. Második helyen a magyar mecskei általános iskola grundbirkózói végeztek. A második korcsoportosok versenyét a Dél-Zselic általános iskola Nagydobszai általános iskolája nyerte. Ezüstérmes lett a tófei kincskereső általános iskola csapata. Így a fiúk közül ez a 4 gárda képviseli a régiót a február végi miskolci országos döntőn. Elhunyt Kismányoki Károly fotós, képzőművész és tévés. A pécsi kulturális élet nagy alakja fotósként, grafikusként, képzőművészként és tévészakemberként meghatározó személye volt a pécsi és az országos kulturális életnek. Kismányoki a pécsi műhely egyik alapító tagja volt. Első grafikáira, festményeire az új konstruktivizmus szellemisége hatott, ám a műhelyben folytatott intenzív szakmai viták eszmecserék hatására a konceptuális művészet felé fordult. 1979-től a Pannonia Filmstúdió animációs filmrendezője, 1992-től a Pécsi Városi Televízió igazgató főszerkesztője. Több díjat kapott filmes tevékenységéért. 1987-ben a művelődés szolgálataért díjat vehette át. Kismányoki Károly 74 éves volt. Híradónk végén fontosabb témáink még egyszer röviden. Elkezdődött az építkezés a református kollégiumban, új iskolaépülettel bővül az intézmény. A legnépszerűbb a grundbirkózás a kicsik körében, olimpiai országos döntőt rendeztek Pécsett. Folytatódnak az egészségügyi fejlesztések, új ügyeleti autó a háziorvosi szolgálatnak. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!